Mit szeretnél lenni? Rántott hús. Csirke mellett, vagy karajt, vagy gordonblőt? Karajt. Karajt. Jó. A gordonblő is karajból van, de... Akkor most menjünk haza aludni, nem? Abszolút. A mai napon eltogattunk a Plécsárdába, alias Bádog Gundel, a Bábel István vezette híres, mondhatni már világhírű kifőzde, büfé dologba. Adjál már ide egy szál kolbászt, hogy megmutassuk. Akkor lett igazán fókuszban, amikor a CNN és Anthony Birdo ellátogatott ide. Akkor igencsak felkapta az ország, de előtte is azért elég sok mindene volt. Hozd már a kolbászt, te jó ember! Igen, jó, hát mászni kell érte. Tehát arról híres, hogy borzasztóan nagy adag rántott húsokat, gombafejeket, meg igazából minden, ami éppen eszükbe jut, állítanak elő, és minden súlyra lehet venni, nincs fél adag, és hamarosan azt is megtudhatjátok, hogy mit keres nálunk ez az át zacskós rántott hús. Köszönöm. Már kombószlövös előtt előételként egy kis kolbászt is eszünk. Ez azért el kell mondani, hogy saját recept, saját gyártás, saját üzem, saját üzlet, és a sajátunk lesz, ha megveszik a pénz is. Semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz. Ennek nem kell ízfokozó, stabilizátor, kulminátor, exkavátor. Nem kell nagyon rámítni. Hát van késen, lehet rá nyitálni. Köszönöm szépen. Meg tudod-e mondani, hogy miért ekkora rántott hús? Nem. Hát, hogy ne hűljön ki a krumpli. De lehet bicepszezni. Baszki. Túlzál is. Ez nem egy nagy Magyarország alakú rántott hús, hanem ez az egész osztrák-magyar monarchia. Akkor egy ilyen kisebb adag májgombószlevessel kezdjük a ebédet. Kézi májgombószleves. Nem mivel is, úgyhogy... Ha. Hát meg ilyen kisebb gombócok vannak. Kisebb gombócok, mi aszteroidák. ez már a Yucatán félszigetet kívánja. Nagyon magasról jönne. Pisti, mondd már el, hogy a Bádog Gundel az hogy lett. Nagyon aranyos történet. A nagy multi megköszönte neki, hogy ténykedést, és ez a Gundelba volt. Majd a hatfogásból úgy, ahogy van, hármat visszaküldtek, mert öven aluli volt. Mondja az Attila barátom, jó gyerekek, akkor most elmegyünk a Bádog Gundelba. Ide jönnek, megáll az autó, bejönnek. Egy a millióhoz, hogy előforduljon még egyszer, de amit ők hat fogásba bent tettek, aznap mind a hat kaja volt nálam is. A öltönyös úriember nézi, hogy mi ez a hely, de szétnézett, és látta, hogy mindenki mosolyog. Levette a zakót, és azt mondta, hogy a mat, le a zakót, fölgyűrte az ingújat, adja testvér, belökte. 3 óra múlva sofőrszolgálatot kellett hívni. Na, ennyit sikerült elfogyasztanunk, valamint, hogy ennyit nem. És ezt most visszük egy ilyen kellemes hangulatú ebédhordóban. Nem lehet túl sok mindent mondani ennyi kaja után, úgyhogy nagyjából itt le is zárjuk ezt a dolgot, és hát ha éhes vagy, ha nagyon éhes vagy, akkor mindenképpen látogass el a Plécsárdába, mert nem fogsz éhesen távozni. Na, távozzunk. Na, a festői egyébként itt a mögötte lévő rész. Próbálok, micsoda. Bádog.
Thank you.